Hajrájába érte a Nyíregyházi Egyetem New Way projektje, melynek küldetése, hogy megújítsa az iskolai angol nyelvoktatást. A mostani indult fél évben is több száz tanulót vonnak be a programba, akiket csoportonként egy-egy egyetemi nyelvszakos hallgató is segít. A New Way jelentősége most különösen fontos, hiszen 2020-tól kötelező lesz a nyelvvizsga megléte a felsőoktatásba való bekerüléshez. Köszöntöm a stúdióban dr. Ajtai Horváth Magdát, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanárát, a New Way projekt vezetőjét. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önt és a nézőket is! A New Way projekt célja tehát a nyelvújítás, illetve a nyelvoktatás megújítása. Mi volt ennek az indítéka, mi volt az, ami arra indította egyáltalán a projekt elindítóját, hogy megváltoztassa, korszerűsítse a nyelvoktatást? Mivel 2014 óta köztudott, hogy 2020-tól a felsőoktatásban csak emelt szintű érettségivel, illetve B-típusú komplex nyelvvizsgával lehet bekerülni, középfokú nyelvvizsgával. Éppen ezért a kormányzat valószínűleg arra gondolt, hogy egy kicsit megtámogatja azokat az iskolákat, azokat a régiókat és azokat a gyerekeket, akik olyan körülményekkel rendelkeznek, hogy a magánóra, a több tanulás valamilyen nehézségben ütközik. Tehát ez lehetett a szándék, egy kicsit megkönnyíteni ezt az átállást 2020-tól. Új módszerekről beszélünk itt? Elég nagy volt az olló, tehát volt egy réteg, akinek nem okozott problémát az, hogy megszerezzen akár egy-két nyelvvizsgát is, mire a felsőoktatásba bekerült, de volt egy réteg, akinek a diplomája is azért nem lett meg, mert a főiskola egyetem elvégzéséig sem sikerült ezt megtenni. Igen, hát nem annyira új módszerek, mint hatékony módszerekről kellene beszélnünk. A régi módszerek is jók, amennyiben azok hatékonyak. De az kétségtelen, hogy a mostani generációt valahogy a módszertannak is követnie kell, tehát digitális módszerek, új módszerek, digitális eszközök bevonása, tehát mindenképpen meg kell újulni egy kicsit időről időre, de a lényeg a hatékonyságon van, azt gondolom. Az is köztudott, hogy a felsőoktatásba bekerülők 40%-a nem rendelkezik semmiféle nyelvvizsgával, ez szinte fele, tehát ez nagyon arány, 40-45%-a. És nyilván ennek a megoszlása nem egyenletes, tehát ez egy statisztikai átlag. Azt tudjuk, hogy az elit egyetemeken ott nincs ilyen gond, mert egy-két nyelvvizsgával kerülnek be a hallgatók, de a periférikusabb helyeken bizony ez hatalmas gond. Milyen főbb elemei vannak a New Way projektnek? Ez egy komplex projekt volt, egy tanár felkészítéssel kezdődött, és 4,5 éven keresztül heti 2 plusz órát biztosít iskolánként 4 csoportnak, 12 héten keresztül. Tehát a projektben 10 iskola vesz részt, és 4 tanulói csoport van minden iskolában. Ha ezt összeszorzom, ez 3820 angolórát jelent. De a plusz angolórák az csak egyik vetülete a dolognak, történt könyvtárfejlesztés, infrastruktúrafejlesztés, megvalósult egy szakmai kirándulás 40 fő részvételével szeptember 3-a és 7-e között. Ez nyelvtanároknak? Nem csak, nyelvtanulóknak, tehát ez egy olyan csoport volt, amiben nyelvtanárok, diákok, egyetemi hallgatók, és egy néhány egyetemi oktató vett részt. Mikor indult ez a projekt, és hol tart most? 2017-ben indult, és 2020 októberében ér véget, tehát az utolsó harmadát kezdtük el, úgyhogy lassan a finishbe érkezünk. Hány nyelvtanárt és hány diákot célzott meg ez a program? Egyszerre a rendszerben csoportonként 15 diák van, és 4 csoport, tehát 450 diák vesz részt egyszerre, és 10 tanár, 10 középiskolai tanár. Ez azt jelenti, hogy most szeptembertől is új diákok kerültek be a programba,
Hát vagy új diákok vagy kerültek azt, a programban, amennyiben érettségiztek, vagy sikeres nyelvvizsgát tettek, úgy tőlük búcsút vettek ezek a csoportok, és újabb diákokkal töltöttek fel. Mi az eddigi tapasztalat, hiszen már lassan a finisbe érnek? Mennyire eredményes ez a projekt? Mennyire látja be a kitűzött célokat? Nagyon népszerű. Az a visszajelzés jön a tanároktól, hogy várják a gyerekek, és a szülők még inkább, hiszen mindenki tudatában van annak, hogy ez a rettegett 2020 az gyakorlatilag már itt van, 3 hónap múlva 2020-at írunk, és hát valóban nem fenyegetés, de realitás lesz ez a dolog, hogy csak nyelvvizsgával lehet felvételt nyerni felsőoktatási intézményben. Sokan abban reménykednek, hogy valami csoda történik, és visszavonják ezt az intézkedést, de nem fogják visszavonni, ez a legutolsó információnk a minisztériumból, hogy nem fogják visszavonni. 2004-től tudott dolog, volt idő felkészülni rá, úgyhogy mindenki magára vessen. Éppen ezért buzdítani szeretnék mindenkit, hogy részt vegyen ezeken az ingyenes és nagyon hatékony célirányos felkészítőkön. Ami a nyelvtanárokat illeti, ők mit profitálnak ebből a programból? Hát egyrészt teher számukra, másrészt lehetőség is számukra, hiszen a saját diákjaikat sokkal jobb helyzetbe tudják hozni, tehát jobban, alaposabban, biztonságosabban tudják előkészíteni az érettségire, illetve a nyelvvizsgára. Úgy tudom, hogy a nyelvszakos egyetemi hallgatókat is bevonták ebbe a programba. Igen, itt az volt a cél, hogy az iskolát és az egyetemet egy picit közelítsék. Esetleg ezek a hallgatók majd azokban az iskolákban fognak dolgozni, állásajánlatot kapni, ahol most hospitálnak, tehát ennek elég messze menő következményei lehetnek, meg egy kicsit betekinthetnek abban, hogy hogyan működik ez a tehetséggondozás típusú óra vagy foglalkozás. Van-e arra rálátásuk a programnak része, hogy figyelik az eredményeket? Mondjuk úgy, hogy 2017 óta megy a program, tehát érzékelhető az, hogy mondjuk 2019-ben eddig hány százalékkal emelkedett a nyelvvizsgák száma, vagy a nyelvvizsgázók száma itt a nyíregyházi iskolákban? Valószínűleg minden tanárnak érdeke lesz egy kis mérleget húzni, vagy mérleget vonni arra vonatkozóan, hogy hány diákja nyelvvizsgázott le, vagy tett sikeres emelszintű érettségit, tehát ezt mi majd a végén nyilván ezeket a statisztikai adatokat össze fogjuk gyűjteni, és akkor prezentálni tudjuk. Az, hogy a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők milyen arányban rendelkeznek már nyelvvizsgával, abban történt valamilyen előrelépés? Nem hiszem, hogy túl sok. Én most egy felmérést végeztem az angol szakosok körében. Az angol szakosok kivétel nélkül rendelkeznek középszintű vagy felső, emelszintű, felsőszintű nyelvvizsgával. 40-45%-os azoknak a száma, akiknek nincsen nyelvvizsgája bemenetnél, tehát a felvételi időpontjában. Az, hogy a projekt indokolt volt, és most is az? Hát ez kétségtelen, tehát ez egy örökzöld probléma. Nyilván indokolt volt. Dr. Ajtai Horváth Magda, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és elmondta nekünk. Köszönöm a lehetőséget. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.